Én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges lépés a győzelem irányába, abba az irányba, hogy végre az én legfontosabb célomat, amit kitűztem a választások elején, azt elérjük, és ez pedig az, hogy Karácsony Gergely egy Gyurcsány Ferencet is végre a Városháza lehetjába. És személyesen elütötte őt is az a bizonyos pillanatos, amit a Karácsony te ütötte? Hát még egyszer mondom, én ezt egy nagy lépésnek tekintem a jó irányba. Politikailag értem, de hogy személyesen ön hogy éli meg? Személyesen is úgy élem meg, hogy ez egy lehetőség a budapesti választóknak, hogy végre Karácsony Gergelyt és Gyurcsány Ferencet a sülyeztőbe. Ez az egy kérdés volt, még mindig a B és C és hozzá, ez egy kérdés, csak tovább gömbölyítem. Egyet még. Jó, hogy ez az ön döntés se volt, ki hozta meg a döntést? Ez az én döntésem volt. Személyes döntés, mit szólt hozzá Orbán Viktor? Ez az én személyes döntésem volt. Hogy reagált Orbán? Nyilván egyeztettem, akivel úgy gondoltam, hogy egy ilyen helyzetben illik egyeztetni, nyilván azzal is, akitől a felkérés érkezett, tehát a miniszterelnökkel is, akitől a főpolgármester jelölti felkérés érkezett, azzal nyilván az ember egy ilyen helyzetben, amikor utattad a változásnak, akkor egyeztet. Rendben. Én semmilyen módon nem egyeztettem. Évek óta nem beszéltem semmilyen formában, hogy Győzi Dáviddal. Semmilyen formában, értem. Semmilyen a stábok között most elkezdődik az egyeztetés? Nem. Hát ha én nem egyeztetek, akkor a stábok miért egyeztetnek? Rendben. Jó, köszönjük szépen. Majd azért egy ilyen tartalmasabb beszélgetés, és azért vár is. Mindig olyan jól elkapnak ilyen helyeken már, nagyon sokat gyere, de aztán mindig leírják, hogy én nem állok önökhez. Szóval szerintem ez a harmadik ilyen kis interjú, amit önöknek adok a kampányban, de... Hát igen, de úgy kell mint azért elkapni. De tehát, mindig hogy... sikerülne. Hát de ehhez azért, hogy mondjam, normális csatornákon működne, akkor jobban volt, működne. Volt már gurmaizik emlékfutás, én ilyenekre emlékszem, én így tudom, de ugye, jó munkát, viszontlátásra.